Üdvözlök mindenkit a csatornámon, új nap, új videó, az intro után kezdünk. Szép öreget kívánok, Kálmán, üdvözöllek a műsorban. Szia, Attila, köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy ezt ilyen gyorsan összehoztuk, pár hete láttam a kiírásatokat egy Facebook csoportban, hogy castingoltok, gyerekszereplőket kerestek, te közben rendezel, meg filmfesztiválon is vagy. Beszéljük csak a filmfesztiválokról. Milyen filmfesztiválon voltál, és leszel a következő időszakban? Tehát ami most aktuális, az az, hogy az előző filmünket, azt meghívták a Klosterneuburgi Sortinale Filmfesztiválra, az itt volt Bécs mellett most a hétvégén, egy nagyon jó hangulatú fesztivál, és ott hát most már hivatalos, hogy a Klosterneuburgi szekcióban megnyertük a legjobb filmnek járó díjat, illetve most augusztus végén szintén meghívást kaptunk a filmmel Kitzbühelben, illetve egy németországi filmfesztiválra is most, augusztus végén. Ezek voltak a filmfesztiválok, és te közben szereplőket is keresel már a következő projektedhez. Ez most hogy áll? A szereplőválogatás, annak a filmnek az előkészületei? Ez most lesz a diplomafilmem a Bécsi Filmakadémián, és ehhez keresünk 2-8 és 11 év közötti fiút főszerepre. Tehát most tartjuk gyakorlatilag a szereplőválogatást, ami hétről hétre zajlik, attól függ, hogy éppen hány jelentkező van, az előkészületek is most zajlanak, tehát a projekt előkészületei. És ez a projekt, ez most hogy áll? Tehát már gondolom, pár castingon túl vagytok, egész Magyarországon, akár így a országon kívül is keresgéltek, helyszínkeresgélés, hogy álltok most jelenleg? Az előkészületek zajlanak, tehát a helyszínt keressük, illetve a szereplőket keressük a filmhez. Előző héten már volt egy szereplőválogatókör, ahol 6 fiút meg is néztünk. Ezen a héten is meg fogunk nézni 3-4 fiút. Továbbiakban is várjuk a jelentkezőket, illetve hát helyszínkeresés zajlik jelenleg itt Veszprém környékén, illetve a projekttel kapcsolatos további előkészületek. És te, mint a lelke, a motorja ennek a filmnek, hogy látod, hogy mikor tudtok elindulni, hogy álltok jelenleg, látsz-e már olyan karaktert, akit szerintem megtaláltatok helyszínek, egy-kettő helyszínspotot, amit fel tudtok használni, hogy az egész projekt hogy áll? Tehát alapvetően amit érzek, hogy a szereplőválogatás az el fog húzódni, mert nagyon szeretném, hogyha a két fiú, akit megtalálunk, nagyon jól passzolnának a szerephez, meg nem is annyira nagyon egyszerű szerepek egyébként, tehát elképzelhető, hogy emiatt eltart egy darabig a dolog, és az kikötés is most egyébként, hogy addig nem is szeretnénk elkezdeni forgatni, amíg ez két fiút meg nem találjuk, illetve hát ugye a jelenlegi járványügyi helyzet is nagyban befolyásolja az, hogy éppen hogyan alakul majd a projekt, legrosszabb esetben természetesen jövő év márciusára esik majd a forgatás, tehát az is attól függ majd, tehát bécsi csapat van, bécsi stáb van, magyar színészekkel, tehát gyakorlatilag ugye az egész bécsi stáb az jön majd Magyarországra, itt kell elszállásolni őket, és a többi, és a többi. Tehát gyakorlatilag rugalmasan kezeljük a helyzetet, és éppen ahogy alakul a dolog. De remélem, az a legfontosabb, az egyik legfontosabb, a script az megvan, és alakulni fog ez, és reméljük, a járványhelyzet is majd mellettetek áll. Akik nézik, lehet, nem tudják, hogy mennyi mindennel jár, tehát nem csak az előkészület, maga a forgatás és az utómunka is. Elárulhatsz egy sztorit, hogy egy rövid film lesz, mit tervezel, mi a koncepció, és összesen vajon mikorra lesz kész, tehát mennyi idő, mennyi munkával fog ez járni? Egy ilyen nagyon rövid szinopszist, ezt föl tudok olvasni hozzá. Tehát a 9 éves Ábelről szól, akit egy másik fiú Bence rendszeresen zaklat az iskolában. Ábel egyik nap egy nagyobb lila folta jön haza az iskolából, és az apja ezt megelégelve felkeresi a zaklató fiú szüleit, hogy véget vessen a fiát érő zaklatásoknak. A találkozó viszont nem úgy zajlik, ahogy tervezték, és egy morális dilemma elé állítja Ábelt és az apukáját. Tehát ez egy rövid, fikciós kisjátékfilm, 25 percről van szó, műfaját tekintve drámáról beszélhetünk. Hát épp az adott projekttől függ, hogy mi mennyi ideig tart, tehát jelen helyzetben azt tudom elképzelni, hogy az előkészítési szakasz az például több hónapot igénybe fog venni, maga a forgatás egyébként az olyan 9-10 nap körül lesz, ez attól is függ, ugye, hogy a gyerekekkel milyen jó lehet dolgozni, azt is tudni kell, hogy a gyerekekkel való forgatáskor természetesen nem teljes
munkanapot, teljes forgatási munkanapot értünk, hanem mondjuk csak egy fél napot, éppen annyit, amennyit ugye a gyerek elbír, tehát hogy emiatt is elképzelhető, hogy esetleg a 10 napból 13 lesz, 14, de ugye ez változhat attól függően is, hogy melyik szereplővel éppen mit forgatunk, tehát az is elképzelhető, hogy bizonyos részekkel hamar végzünk, tehát ez ilyen sok tényezős dolog, tehát maga a forgatás az mondjuk egy ilyen 10-12 nap, az utómunka az pedig változó szokott lenni, tehát az előző film például az 3 hónap utómunka alatt készült el, de előfordult már, hogy ez sokkal tovább tartott. Tehát ha azt veszem, hogy az ötlet megszületésétől a kész projektig, akkor elképzelhető, hogy ez egy olyan jó év lesz. És ez csak egy kis játékfilm, ugye egy 25 percről beszélünk, nem pedig egy nagy játékfilmről, de hogy egész egyszerűen ilyen, ha az ember komolyan és igényesen csinálja, akkor ugyanannyi energia, meg ugyanannyi idő elmegy rá, mint egy nagy játékfilmhez majdnem. Aki szeretne egyébként jelentkezni a gyerekszereplőnek a projektbe, az nyugodtan megteheti az utca másik vége kukac@gmail.com-ra, hogyha elküld egy ilyen 1-2 perces, rövid, tök egyszerű bemutatkozó videót, akár telefonnal készített, akkor nagyon szívesen válaszolunk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit beleláthattunk a műhely titkokba, és hogy megtudtuk, hogy most jelenleg mivel foglalkozol, és milyen sikereid voltak. További sok sikert kívánok, és ha majd Bécsben leszel, remélem személyesen is össze tudunk hozni egy beszélgetést, és akkor az előző filmedről hosszabban akár tudunk majd beszélni. Szuper, nagyon szépen köszönöm a meghívást még egyszer. További szép napot és sikeres keresgél, és találjátok meg a két főszereplőt. Szép napot neked is, köszönjük szépen! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Sziasztok!